Átadták a Delfin díjakat az idei 14. fenntarthatósági kerekasztal beszélgetésen. A díjat a Magyar Telekom alapította. A zsűriben a szakértők mellett a Fenntarthatósági Médiaklub is részt vett, amelynek tagja a TV2 is. A díjakat egy környezetbarát távközlési cég, az Interpower Kft., két esélyegyenlőséget segítő szervezet, a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet és a RehabJob és egy környezetbarát megoldásokat népszerűsítő vállalkozás a Wagner Solar Hungária Kft. Kapta.